Üdv mindenkinek! Sziasztok, srácok! Ez egy elég rendhagyó videó lesz most, én úgy gondolom, mert hát igazából valami olyan dolog történt a tegnapi nap folyamán, ami mellett nem tudok elmenni, úgyhogy most erre reagálni fogok videóban. Nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz valaha a csatornán, az főleg nem, hogy a közeljövőben, de most ez a pillanat is eljött. Igazából az történt, lehet, hogy páran olvashattátok is már Facebookon, vagy valahol rengeteg helyen írtak róla, hogy egy elég jó nevű budai első kerületi gimnáziumban, ezt direkt nem fogom bemondani, hogy melyik iskola volt az. Egyik diák, 18 éves diák, fogta magát és megkéselte a diáktársát, tehát egy osztálytársát. Na most én erről szeretnék kicsit beszélni, hogy mégis hogy jutottunk idáig, hogy történhetett ez meg én szerintem, mik vezetnek idáig, mik azok, amikkel ezt el lehetett volna kerülni, illetve néhány további körülményt, amit még így tudok, azt szeretnék így tisztázni és elmondani. Ugye azt még le kell szögezni, hogy én nem csak a hírekből tájékozottam erről, mert egyik barátom már kora délelőtt, tehát amikor ez az egész eset történt, már akkor, mint egy megdöbbentő dolgot írt nekem róla. Nem fogom megmondani, ki volt az, ilyen, tehát név nélkül mondok mindent, azért, mert szerintem így korrekt. Na, ugye az alaphelyzet további körülményei az ugye az, hogy egyrészt a diák, aki késelt, tehát a késelő diák, őról azt kell tudni, srácok, hogy egy autizmus nevű betegségben szenved. Gondolom sokan ismerhetitek, ez nem a szitokszóként való használata most. Azzal alapvetően se értek egyet egyébként, hogy szitokszóként használjuk ezt, mert ez nem egy szitokszó, hanem ez egy betegség. Tehát ez egy betegség. Na most ugye ennek többféle tünete van, az egyik, hogy általában ugye az autista ember nem tud beilleszkedni a körülötte lévő közegbe, tehát nem igazán ápol jó kapcsolatot a környezetével, illetve nehezen kezeli az életében bekövetkező változásokat, tehát van egy megszokott rutinja, és lehetőség szerint azt akarja követni, akár a 6-8 éves korában megszokott rutint követni élete végéig. Ez mondjuk elég szélsőséges esetekben fordul csak elő, de alapvetően ez egy ilyen dolog. És egyébként van emellett, hogy ennek egy válfaja a magasan funkcionáló autisták. Ők általában kiemelkedően jól teljesítenek valamiben. Most a matematikát hoznám például, tehát hogy nem tudom, biztos látta valaki közületek, vagy ha nem is, akkor nézzétek meg. Az Esőember című filmet nagyon jó. Ha azt megnézi valaki, akkor abból elég sok mindent meg lehet tudni, bár az sem teljesen pontos, de mivel minden eset egyedi, mint általában a legtöbb betegségnél, ezért teljesen pontos képet úgysem kaphatunk egy ilyenből. Na, és akkor összeszedtem néhány gondolatot arról, hogy az én szerintem hogyan lehetett volna ezt elkerülni. Ugye kezdjük úgy, hogy került egy diákhoz kés. Tehát mit keresett nála? Jó, nekem is volt gimnáziumban olyan osztálytársam, aki egy ilyen szép nagy izét hordott magával, egy ilyen flip knife-ot, tehát egy ilyen nem pillangókés, hanem az hát ilyen bicska-szerűség, de annál azért jóval komolyabb. És amikor erről mi tudomást szereztünk, tehát hogy így osztályból többen, akkor volt olyan ember, nem én voltam az egyébként, aki jelezte ezt az osztályfőnök felé, és ami nagyon érdekes, hogy nagy eséllyel senki nem tudhatott arról, hogy ennek a diáknak ilyen tárgyai vannak, tehát hogy ilyenjei vannak az iskolában bent, és hogy ezeket behordja. Bár olvastam olyat is, hogy ez nem zsebkés volt, hanem ez egy rendes konyhakés volt. Itt írja is egyébként a egyik cikk, hogy most ugye nem látjátok, de innen olvasom, hogy állítólag egy fekete ilyen ballonkabátszerűség alá rejtette el, ami azért érdekes, mert ez azért szerintem, ha nem is a portásnak, bár azért jó lenne, ha odafigyelne arra, hogy ki hogy megy be, de alapvetően szerintem, ha más nem, akkor a diákoknak észre kellett volna venniük, hogy furcsán viselkedik kicsit, még ahhoz képest is, ahogy egyébként. Igazából ez én szerintem elég komoly figyelmetlenség volt mindenki részéről, és a tanárok részéről is, mert hogyha tudom egy diákról, hogy valamiféle beilleszkedési zavarral küzd, főleg akkor, hogyha amiatt, mert valamilyen betegsége van, amiről ugye nem tehet nyilván, akkor jobban oda kell rá figyelni, hogy ő se bántson mást, és őt se bántsák. Egyébként itt a szülő is érdekes lehet,
mert furcsa nekem kicsit, hogy nem vette észre a szülő, hogy a gyerek egy konyhakéssel indult el otthonról. Ha egyáltalán tényleg konyhakés volt, tényleg egymást ütő híreket lehet olvasni. Elég sokan felkapták, még a HVG is írt róla, úgyhogy tényleg ilyen. Meg ugye írt róla a Metropol, akkor a Blick is írt, bár miről nem ír a Blick. Úgyhogy nekem igazából nagyon furcsa ez az egész helyzet, hogy egyáltalán hogy sikerült az becsempésznie, és hogy jutott el odáig, hogy be akarta csempészni. És itt jön az a pont, ami én szerintem a legnagyobb probléma itt, és amit tényleg nagyon sok helyen elkövetnek, és majdnem mindenkivel elkövetnek, és ugye csak ritkán vezet ilyen komoly esethez, de általában azért, ha nem is fizikai, de lelki sérüléseket tud egy ilyen okozni, az pedig az iskolában, meg a munkahelyen, meg tehát egy adott közösségben való csesztetés. Tehát, hogy ezt bullyingnak is szokták hívni, bár megmondom őszintén, nagyon utálom ezt a kifejezést, mert annyira elcsépelt már, és annyira sokan használják csak azért, mert idegen szó, hogy szerintem elvesztette a jelentőségét, és már egy ilyen bagatell dolognak tűnik, holott nagyon nem az, én más kifejezést használom, én ezt a csesztetés kifejezést fogom rá használni. Ugye itt arról van szó, hogy az adott diák autista, és nagy eséllyel az osztálytársai, vagy akár évfolyam és iskolatársai is, ezt ugye nem tudhatjuk, nagyon nehezen viselték, és nagyon nehezen tudták elfogadni őt olyannak, amilyen, holott ez pont nagyon sokat segítene neki. És illetve, hogyha nem is segítene neki, akkor nem is rontana a helyzeten, és ez a fontos, mert soha nem tudhatjuk ki, hogy egy emberből mit hoz ki az, amit mondunk neki. Én is volt már olyan, hogy valakinek teljesen jó szándékkal tanácsoltam valamit, tényleg jó indulatból, és én úgy gondoltam, hogy voltunk is olyan viszonyban, hogy mondhatok egy gondolatot, és teljesen megharagudott rám. Úgyhogy tehát soha nem tudhatjuk, hogy kiből mi hoz ki, de az biztos, hogy a csesztetést csak azért, mert más valamiben, vagy mert, tehát hogy valaki úgy más valamiben, hogy azzal nem bánt másokat, azzal nem valószínű, hogy valaki valakit bánt, hogy autista. Ebben a formában ilyenért senki semmilyen módon nem érdemelheti meg azt, hogy ne hagyják békén és csesztessék. Főleg nem csoportba verődve, összefogva többen egy ember ellen. Borzasztó dolog, és egy idő után a csesztető oldalnak is borzasztó dolog lesz, amikor rájönnek, hogy ez milyen érzést váltott ki abból, akit ezzel támadtak. És bennem már, amikor először olvastam ugye privát üzenetben erről az esetről, mert akkor is arra gondoltam, hogy nagyon valószínű, hogy ezt a diákot kifejezetten kipécézték maguknak, és kifejezetten ellene voltak. És itt jön az a képbe, hogy nem veszik ezt észre se a szülők, egyik oldal szülei sem, tehát a csesztetők szülei sem, és a autista diák szülei sem, illetve a tanárok, akiknek nagyon sokat kéne tenni ez ellen, és nagyon sokat tudnának is tenni ez ellen, közös programokkal, beszélgetésekkel, hogy a másik oldal, a csesztető oldal rájöjjön, hogy ez a diák nem is különbözik annyira sokban, és ugyanolyan ember, mint bárki más. És ugyanúgy lehet vele beszélni, ugyanúgy lehet vele közösen csinálni valamit, és csak árt az, hogyha ellene vagyunk. Neki is, nekünk is. Így is épp elég ellenségeskedés van a világban. Na és ehelyett a hozzáállás helyett nagy valószínűséggel a tanáraik, ennek az osztálynak a tanárai inkább integrálták befogadás helyett. Ide be fogok vágni most egy képet, amin a kirekesztés, az integrálás és a befogadás közötti különbség látható. Ugye a kirekesztés az az, amikor egyáltalán nem képesek kapcsolódni a csoport tagjai egy adott személyhez, vagy egy kisebb csoporthoz. Az integrálás, amikor mesterségesen a csoporton belülre helyezik a személyt, vagy a kisebb csoportot, és a csoport halmazán belül lesz, de akkor is külön halmazt alkot, tehát akkor sem vegyül el a csoporttal, akkor sem lesz a csoportnak a teljes jogú igazi tagja, és nem is fogja annak érezni magát. Illetve a befogadás, amikor a csoport is csoporttagként kezeli ezt a személyt, vagy a kisebb csoportot, és ez viszont is igaz. Tehát a csoporttagként kezeli saját magát az adott személy. Attól függetlenül, hogy kevés vagy sok dologban különbözik a csoport többi tagjától, vagy a csoport mentalitásától. És ebben a dologban én szerintem nagyon a szülőktől sok mindent nem várhatunk, mert a szülő csak a saját gyerekét tudja nevelni, nem tudja igazán befolyásolni, főleg egy ilyen életkorban, hogy már gimnazista és már konkrétan nem sokára végzi a gimnáziumot, főleg egy ilyen életkorban nem igazán tud sokat arról, hogy az ő gyereke milyen kapcsolatban áll a diáktársaival,
meg akár másokkal, akár nem diáktársaival, hanem más ismerőseivel, és emiatt konkrétan nem fogja tudni megmondani, hogy mit tehet egy ilyen helyzetben, vagy mit tegyen egy ilyen helyzetben. Igazából itt már ilyen 14-16 éves kortól a nevelés az már nagy eséllyel lezárult. Ilyenkor már a gyereknek a személyiségére nem fog tudni hatni a szülő, hanem a kialakult személyiségéhez tud tanácsokat adni, hogy adott helyzetben miket tehet. De befolyásolni a gyerekét már nem fogja tudni. Ezt nem én találtam ki, ezt rengeteg pszichológiai tanulmány bizonyítja, és a gyakorlat is emellett van. Úgyhogy tényleg nem én találtam ki. Akiknek viszont sokkal nagyobb felelősségük, és sokkal több lehetőségük, hogy tegyenek az ilyen esetek ellen valamit, azok a tanárok. Ugye ők sokkal jobban rálátnak arra, hogy a diákok hogyan viszonyulnak egymáshoz és a közösséghez. Éppen ezért nekik szerintem még a tanításnál is sokkal fontosabb feladatuk lenne az, hogy a diákokat egy jó közösséggé szervezzék, és megtanítsák nekik egyesével, hogy hogyan kell egy másik közösségbe kapcsolódni majd, akár az életben, akár az iskolán kívül. Éppen ezért én szerintem elsősorban a tanárok tehettek volna ez ellen valamit. Nem azt mondom, hogy a tanáraik hibája, de attól, hogy valami nem az én hibám, attól még tehetek ellene valamit. És éppen ezért egy jó nevű iskolában, ahol elvileg a szülő nem csak azért iratja be a gyerekét, és a diák nem csak azért megy oda, hogy jó oktatást kapjon, és az oktatásnak a anyagbeli minősége, tehát a tananyagbeli minősége jó legyen, hanem azért is, mert úgy gondolja, hogy ott biztonságban lesz mind mentálisan, mind fizikailag, mind szellemileg. És ezek szerint nem lesz. Nem lesz biztonságban. Sőt, egyébként a legtöbb furcsa esetet, tehát ahol esetlegesen egymással végletesen agresszív módon viselkednek a diákok, vagy akár a tanárok a diákokkal, vagy fordítva, mert arra is van példa. Tehát az ilyen, az emberileg komoly problémákat felvető eseteket a legtöbb alkalommal nagyon jó nevű iskolák felől hallani. És pont ez az ok szerintem, hogy jó nevű az iskola. Mert az ilyen helyeken sokszor nem figyelnek oda arra, hogy a diák hogy érzi magát, akár lelkileg, akár fizikailag, csak arra figyelnek oda, hogy jól tanuljon, és sokat tanuljon. Az, hogy fogja-e használni azt, amit megtanul, az már egy másik kérdés. Minden esetre a bizonyítványa jó lesz, de lehet, hogy beleőrül. Lehetséges, hogy toxikussá válik attól, hogy folyamatosan fáradt és kimerült, nem elsősorban fizikailag, inkább mentálisan kimerült, és pszichológiailag kimerült, és ettől olyan szinten toxikussá válik az adott ember viselkedése, és akár ő maga is, hogy elképzelhető, hogy belemegy egy ilyen bullying, nem szeretem mondom, egy ilyen csesztetős szituációba, és levezeti valaki máson, egy diáktársán, aki esetleg valamilyen szinten gyengébbnek látszik nála, rajta fogja levezetni a feszültségét, amit a rengeteg fáradtság és kizsigerelés okoz. És ugye itt jön szóba az, hogy erről soha senki nem beszél. Arról, hogy egy jó iskolába járásnak és egy önmagadat túlhajtó szituációnak és hosszú távú élethelyzetnek milyen következményei vannak, vagy lehetnek, erre senki nem gondol. Aki egy kicsit érzékenyebb, vagy kevésbé bírja a kiképzést, annál tényleg komoly problémákat, komoly hosszú távú problémákat okozhat egy ilyen. És ehhez nem kell nagyon jó nevű iskolába menni. Elég az, hogy a tanár vagy a pedagógiai program olyan legyen, amit nem lehet hosszú távon elviselni. Rengeteg példa van erre, nem mondom, hogy mindenkinél ezt okozza, de sajnos elég jellemző. És ugye, hogy hol lehetett volna megállítani ezt az egészet, akár az utolsó pillanatban is, hogy ne jussunk el idáig? Talán akkor, hogyha nem lenne sok embernek alapvető strucc politikai hozzáállása. Ugye mindig egyszerűbb homokba dugni a fejünket, és nem beszélni a problémákról, nem foglalkozni velük, nem megbeszélni komoly az emberek életét érintő dolgokat, mert abban elképzelhető, hogy nem fogunk egyetérteni, és abból vitás helyzet alakulhat ki. Amit sokan kerülnek, ennek több oka is lehet. Én általában azt látom, hogy azért kerülik az emberek, mert nem akarnak konfrontálódni. Holott attól, hogy valaki vitázik, attól még nem biztos, hogy konfrontálódik. Lehetséges, hogy egész egyszerűen megvitatják az adott kérdést, közelítik egymást a saját álláspontjukhoz, és utána ugyanolyan jó kapcsolatban mennek útjukra, mint amilyenben előtte voltak. Ez lenne az értelmes vita. Ugye erre sok ember sajnos nem képes, mert nem tudta még, nem tapasztalta még meg, hogy ez mennyire jó érzés, és mennyire hasznos dolog. Erről is lehetne csinálni egy külön videót egyébként. Ami a gond ebben a helyzetben, hogy az, hogy konkrétan senki nem vette észre, hogy ez bekövetkezhet. Se a szülő, se a tanár, se a diáktársak,
se senki, az szerintem borzalmasan rossz fényt vetett egész társadalomra, és egész közösségre, úgymond. Ez mutatja azt, hogy nem figyelünk egymásra, nem próbálunk segíteni egymásnak, nem vagyunk fontosak egymásnak, nem fontos az egyik ember a másik embernek. És ez egy borzasztóan rossz tendencia, legalábbis az én véleményem szerint. Lehet azt mondani, hogy mindenki foglalkozzon a saját dolgával. De hogyha mindenki jó indulatú a másikkal, akkor annak az lesz a következménye, hogy mindenki kap jó indulatot. És hogyha mindenkinek segít valaki, akkor senki nem marad segítség nélkül egyedül. Én ezzel szeretném zárni ezt a videót, hogyha tetszett, akkor kommenteljetek valamit. Ha nem tetszett, akkor is kommenteljetek valamit. Szívesen vitázom bárkivel a kommentek között, vagy akár Discordon és beszélgetésben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!